A törvénytervezet szerint úgy oldanák meg a svájci frank hitelesek gondjait, hogy a tartozások 38%-át leírnák, 15%-ban az állam, 23%-ban a bankok terhére. A kölcsön maradék részét pedig euróra váltanák át. A törvénytervezetet Sinisa Máli mutatta be a képviselőknek. Ovaj lex specialis je kompromisno rešenje između nekoliko zainteresovanih strana, građana, odnosno udruženja koji ih predstavljaju, banaka i države sa treće strane. Predlogom zakona bit će obuhvaćeni svi korisnici ovih kredita, na čemu smo kao država insistirali, a kako bismo omogućili svim građanima koji imaju ovaj problem da ga trajno i reše. Vojislav Sesej szerint alkotmányellenes a frankhitelesek megsegítésére vonatkozó tervezet. A szerb radikális párt köztársasági parlamenti frakcióvezetője szerint a javaslat diszkriminálja azokat, akik nem vettek fel svájci frank alapú hitelt, illetve azokat, akik már törlesztették tartozásukat. Vojislav Sesej szerint a frankhitelesek problémáját már rég meg kellett volna oldani. Ali priznajte, vi se bojite akcije Evropske unije. Vi se bojite da vam ne zalupe neko poglavlje odmah. I da je to razlog zašto ste ovako krenuli oprezno, ishitreno, a u stvari protivpravno. Pék Zoltán, a VMS köztársasági parlamenti képviselője felszólalásában kiemelte, a törvénytervezet által megoldódhat a svájci frank hitelesek több mint egy évtizede húzódó problémája. A parlamenti képviselő hozzátette, a pártja támogatja a javaslatot. Az első egy-két évben nem volt ez olyan rossz kölcsön, de mondjuk az utolsó 10 évben, 11 évben egész drasztikusan megváltozott ezeknek az embereknek a úgymond a gondja ilyen téren meg lesz szólva, nem fizeti vissza az állam nekik a kölcsönt, de a rátájuk, a kölcsön rátájuk ezzel a törvénnyel jóval lecsökkent, körülbelül olyan szinten fog lenni, mint aki abban az időben felvette az euró alapú hitelt. Azért gondoljuk, hogy ez egy jó megoldás ezeknek az embereknek. A szerbiai svájci frank hitelesek adóssága jelenleg 540 millió eurót tesz ki. Az adatok szerint 15.785 személy problémája oldódhat meg, amennyiben a képviselők megszavazzák a tervezetet.